Kedden volt egy hete, hogy két rakéta is becsapódott egy lengyel városba, közel az ukrán határhoz. Amit tudunk, hogy a szovjet időkben kifejlesztett föld-levegő rakéta ukrán területről érkezett és véletlenül okozhatott tragédiát. A stúdióban Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindezek előtt viszont, ugye ma kormányülés volt, erről a miniszterelnök is tájékoztatta a nyilvánosságot. Volt esetleg olyan döntés, még így a holnapi kormányinfo előtt, amely mondjuk a honvédelemhez köthetően számottevő? Kormányülésen általában át szoktuk tekinteni az akkor aktuális, fontosabb kérdéseket. Így miniszterelnök úr rákérdezett a háborús helyzetre is természetesen, hiszen a lengyelországi incidens is ezt szükségessé tette, és adtam a kormánynak egy általános tájékoztatást az orosz-ukrán helyzetről, illetve erről az eseményről, ami történt a múlt héten Lengyelországban. Ha már erről az eseményről is szó volt, az nagy kérdés, hogy mennyire volt éles a helyzet magyar szempontból múlt hét kedden, hiszen akkor még konkrétumokat nem tudtunk, csak azt, hogy becsapódott egy rakéta, viszonylag hamar kiderült aztán, hogy orosz gyártmányú volt, de hát akkoriban még azért nem sok mindent tudtunk, ugyanakkor azért félő volt, hogy Magyarország is esélyes lehet esetleg egy ilyen úgymond balesetre. Hát ilyenkor a higgadság az rendkívül fontos, és ebben a helyzetben is azt hiszem, hogy ezt a higgadságot sikerült megőriznünk. Földrajzi közelségünk és egyébként a kiváló nemzetek közötti katonai kapcsolatok miatt is elég közel voltunk most ez alkalomhoz, az információhoz, és nagyon hamar tudtuk, hogy amit akkor tudni lehetett, hogy körülbelül mi történhetett. Így én is, és mások is a kormányból azonnal kapcsolatban léptünk a NATO vezető védelmi minisztereivel, NATO főtitkárral, és az ő szándékait, információjukat. Ilyenkor nagyon fontos, hogy gyorsan áramoljon az információ. Értsük azt, hogy mindenki körülbelül ugyanazon a szinten van a dolgok ismeretét tekintve, és hogy mik a szándékok. És ebben a tekintetben elég hamar meg tudtuk nyugtatni a közvéleményt is, hogy itt valószínű ebben az esetben további eszkalációra nem kell számítani. De a magyar kormány ismert álláspontja az, hogy mi a békét szeretnénk elérni, tűzszünetet és tárgyalásokat, hiszen mindaddig, amíg a fegyveres konfliktus fennáll, addig egy ilyen baleset előfordulhat. NATO tagországról van szó Lengyelország esetében, ilyenkor a magyar honvédelem változtat a stratégián, gondolok itt arra, hogy mondjuk magasabb készültségbe helyezik a hadsereget? Magyar honvédség a nyár óta egy készenlét fokozott állapotban van, ez több területen is megnyilvánul, különleges műveleti erőkben és egyéb területen, ahol a készültség szintjét, azt az időt, ameddig egy bevethető állapotba hozza magát a honvédségnek bizonyos részei, ezeket növeltük, de ez folyamatosan így van, elég jelen különös tekintettel egyébként mind NATO, mind nemzeti irányítás alatt a légtérvédelmünkre rendelkezésre áll. Ebben az esetben is természetesen azonnal egy-két speciális helyen bele léptünk a rendszerbe, amivel még inkább nyitottabbá vagy figyelővé tettük az ország légvédelmét, de egy ilyen helyzetre mindenkor képes a magyar honvédség, hogy biztonságot nyújtson és garantáljon. Miniszter úr, mi a véleménye, Magyarországon lehet-e ilyenfajta úgymond baleset, vagy történhet-e ilyen jellegű becsapódás? Ugye erre sem számítottak a lengyelek, és ahogy ön is említette, földrajzilag azért nagyon közel vagyunk mi is. Mondjuk a Kárpátok Kárpátalja azért ott van, és ott azért még nincsenek légitámadások, de hát mindenre fel kell készülni. Hát szerintem azért nagyon fontos, hogy Magyarország szintén a konfliktus kirobbanása óta nagyon világosra tette, hogy nem szállít halálos fegyvert, ezért a mi határunkon keresztül, ezért a mi határunk, és az a közelében élők, és itt elsősorban magyarokra is kell gondolnunk, azok az ilyenfajta kockázatnak nincsenek kitéve, tehát annak a valószínűsége, hogy a határaink közelébe bármilyen légitámadás, becsapódás érjen, az kisebb, az alacsony, és hát természetesen az előbb említett módon mi pedig készen állunk, hogyha ne adj Isten egy ilyen megtörténik, ami sajnos ameddig a fegyveres konfliktus fönnáll elvileg azért megtörténhet, de felkészülten figyeljünk. Más bejelentették, hogy a vaskupola jövőre érkezik, érkezhet a honvédséghez, és ugye ez izraeli radarrendszer, ez a legújabb változat, vagy egy korábbi változatról kell beszélni? Hát itt érdemes néhány fogalmat tisztázni, mert a vaskupola az egy rendkívül jól hangzó kifejezés, ami elég jól leírja. Ezt tudja a köznyelv is megjegyezni. Igen, ez elég jól leírja azt, hogy itt miről van szó, de valójában ez az izraeli védelmi rendszer, úgynevezett rétegzett légvédelmi rendszernek az egyik eleme, annak sem egyébként a legnagyobb része, hanem pont egyébként a legkisebb része.
De Izrael biztonsági helyzete, azok a lehetséges veszélyek, amik Izraelt fenyegetik, azok mások, mint Magyarország tekintetében. Tehát mi természetesen elemeztük azokat a lehetőségeket, amelyek békében vagy a most fennálló háború esetén Magyarország légterét veszélyeztetik, és erre építettünk föl egy tervet, ami logikájában hasonló a vaskupolához, sőt fizikai elemeiben is egyébként, mert a világ egyik legmodernebb radarrendszerét vásároljuk, ami szerepel a vaskupola összeállításában meg, és ez folyamatosan érkezik be az országba jövő évtől kezdve, illetve ezt egészíti ki egy olyan rakétarendszer, amely logikájában szintén hasonlít az izraeli vaskupolához, és össze is van kapcsolva a radarokkal, és ez a kettő egyszerre biztosítja azt a védelmet, amit ilyen... Ez a rakétarendszer, ez is az izraeli gyártmány lesz? Nem, ezeket úgy hívják NASAMS, és ezek norvég-amerikai gyártmányúak, amelyeken MRAM rakéták vannak. Említette, meg nyilván nagyjából mi is azt mondjuk, hogy az izraeli a legfejlettebb és leghatékonyabb légvédelmi rendszer, amelyet most éppen ismerünk, de ez akkor mit jelent Magyarországra nézve a gyakorlatban? Tehát, hogyha a légtérbe beérkezik egy ellenséges vagy oda kószált, ám de azonosítatlan rakéta, akkor szinte a másodperc töredéke alatt nyilván túlzok, de azt likvidálni, megsemmisíteni képes? Hát az elv az végül is elég egyszerű. Vannak a radarok, amik a szemek és a fülek, és azok nézik, hogy mi érkezik egy adott védendő terület felé, és utána valamilyen rendszeren keresztül közvetve vagy közvetetten, attól függ, hogy a radarnak mekkora hatótávolsága, és még sok tehát több szemponttól, ez össze van kötve a csapásmérő eszközzel, ami aztán azt a berepülő tárgyat szintén részben automatizált, részben emberi döntés alapján eldönti, hogy milyen erővel kell az ellen föllépni, és akkor megsemmisíti azt. Ennek is nagyon sok technikai megvalósulása van, de ez az elv. A radar figyel, és aztán a rakéta viszonylag gyorsan likvidálja. És ezt természetesen a modern technológia nagyon gyorsan tudja megtenni. Még az is egy érdekesség lehet, hogy ez a radarrendszer egész Magyarország területét lefedi? Bármilyen irányból jöhet mondjuk egy ellenséges rakéta? Természetesen az a cél, hogy bármilyen irányból lefedje Magyarországot, igen. Haderőfejlesztés, ehhez kapcsolódóan milyen fejlesztésekre, beruházásokra van szükség? Magyarország már 2016-17 környékén elkezdte azt a haderőfejlesztés és honvédelmi programot, ami nagyon jó, hogy már akkor elkezdtük, hiszen az azóta kitört háború fényében azok a védelmipari kapacitások, amelyeket ez igénybe vesz, azok most eléggé beteltek, de mi már az ellátási lánc elején vagyunk, tehát érkeznek be folyamatosan az eszközök, erről mindig tájékoztatjuk is a nyilvánosságot, amit lehet ebből megmutatunk, és részben szárazföldi haderőt erősítő eszközök, részben pedig a légierőt és a légvédelmet erősítő eszközök folyamatosan érkeznek be tervszerűen, és ezekről elég sokszor beszéltünk már nyilvánosság előtt is, hogy milyen eszközök. Például most a radarokkal kapcsolatban a közvélemény többet foglalkozik ezzel. Valószínűleg a köztársasági elnök asszony és az én utam is Izraelben, amikor volt alkalmunk egyébként megnézni ezt a vaskupolát, és hát az izraelesek fényében most erről több szó esik, de ezek is ütemezetten érkeznek be. Palkovics László, az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding ZRT vezérigazgatójaként fog eztán dolgozni. Konkrétan mi lesz neki majd a feladata? A magyar védelemipar rendkívül fontos. Magyar védelemipar azért is fontos, mert amellett, hogy a magyar gazdaság egy újabb hengere lesz, hiszen rengeteg embert foglalkoztat, azon keresztül komoly adóbevételekhez segíti az országot, de a védelem biztonság szempontjából is, hiszen amikor egy konfliktus, ne adj Isten, kitör, vagy csak láttuk a Covid során is, hogy a beszállítási láncok lelassulnak, hogyha külföldön gyártott termékekre van szüksége a magyar véderőnek ahhoz, hogy a biztonságot garantálni tudja, az adott esetben beavatkozásra ad lehetőséget, lelassulhat. Tehát nagyon fontos, hogy minél több mindent itthon gyártsunk. Ezt gondozza elsősorban az a cég, aminek köznyelven N7 a neve, és ez az állami tulajdon testesíti meg, hol 100%-os, hol kisebb arányú állami tulajdont azokban a védelemipari vállalatokban, amelyek Magyarországon vannak már, és amelyek jelentős eszközöket gyártanak részben a magyar honvédség igényére, részben pedig aztán a nemzetközi piacon értékesítésre. Ezt fogja vezetni Palkovics miniszter úr. Tényleg csak nagyon röviden úgy tűnik, hogy akkor haderőfejlesztés lesz, ha van megfelelő technológia, akkor a másik adott kérdés, hogy humán erőforrásban ezt tudják-e pótolni, illetve fel kell zárkózni, lesz-e elég katona? Magyarország elemi érdeke az, hogy minél többen felismerjék azt, hogy ő rájuk személyesen szükség van ahhoz, hogy Magyarország biztonsága garantálható legyen. Hiszen a NATO
NATO-hoz való a szövetségi rendszerben való jelenetünk is nagyon fontos, de a NATO az nemzeti haderők felajánlásából működik, így nekünk egy saját erős nemzeti haderőt kell felépítenünk, ahhoz, hogy a NATO is tudjon működni, ha minden további ország megteszi ezt, további NATO tagország, akkor egyszerre ez a védelmi szövetség is tud működni. De nekünk nagyon fontos az, hogy saját haderünk épüljön ki, és megvehetjük a világ összes drónját, tankját és egyéb eszközét, hogyha nincs olyan magyar katona, aki kiképzetten, elszántan, bátran és kezelni tudja ezeket az eszközöket, akkor ez nem sokat ér. Tehát mindent meg fogunk tenni ezen túl, és ahogy eddig is megtettünk, de még jobban oda fogunk arra figyelni, hogy részben a hivatásos állomány, és talán emellett még inkább a tartalékos állomány kiképzése is megtörténsen. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.